Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntünk mindenkit Kokóval, aki várakozó állásponton van. Ma egy nagyon gyors, nagyon egyszerű és nagyon ízletes ételt fogok nektek megmutatni. Oké, forró olaj. Vörös nagymát tettem bele. Kicsit megdíszteljük. Készítettem ide vizet, már por. Itt pedig a két doboz zöld babkonzerv, amelyet a levével együtt ugye felraktam, felforralom, és ez már megvan főve természetesen, és beleteszek egy olyan jó fél evőkanál szárított kaprot. Ezt megpróbálom most ilyen félig konzerv, meg egyebek, hát ami van, abból összeállítani, ugye? Nem mindig van itt, van nekem ilyen zöldbab, meg ilyesmi frissen. Ez lenne az igazi, természetesen. Jó, tehát itt van a vörös hagyma, kicsit megfuttatom. Már is kettő gerezd fokhagymát hozzácsattintok. És ugye meg fogjuk egy kicsit pirítani ezt az egészet együtt. Ebbe a forró vízbe teszek egy evőkanálnyi marha hús alapot, vagy csirkehús, ami van. Nekem van ez is, az is, hát most marhahúst használok, marhahús alapot. Tovább bíztelem a vörös hagymámat. Miután a fokhagymám kicsit megpirult, lehet látni, ilyen aranybarna lett, ráteszek jó két-három evőkanál a lisztet. És kicsit megbarnítjuk a lisztet is. Visszavettem a hőfokot. Ugye. Piros paprika, hát én használok egy jó pupos evőkanállal. Igen. Na most ilyenkor leveszem. Ugye. Oké. És ebből a réből használok, ráöntöttem. És ugye a habverővel szépen eldolgozzuk. Szépen besűrűsödik. Nyavajok? Örül. Most mutatom végig. Tehát nézed, amilyen szépen besűrűsödött. A habverő az azért jó, mert az esetleg van csomó, ugye az szétkeveri. Ezt az egészet most már áthúzom. Erről felerősítjük. Beletesszük ugye a másik edénybe, amiben benne van a bab. És lehet keverni. Már is sűrűsödik.
egy jó pár percig egy kicsit átfőzöm. Jó pupos evőkanál cukor, és 2-3 evőkanál ecet, még amit hozzátettem. De jó illata van. Ugye, hogy olyan egyszerűnek tűnik, hogy egy főzelék, aztán mégis nem is olyan túl egyszerű, ha jól akarod csinálni. Egyedül fűszerezés, ugye a fekete bors. Semmi más nem teszünk hozzá. Úgy értem, hogy fűszert. Minden benne van. Oké. Lekapcsolom. Jó, 3-4 evőkanál tejföl, kis húslevesné. Aztán kikevertem csomómentesre. Beletesszük a főzelékbe. Mi gyerekek, kész is vagyunk. Ennyi volt az egész. Na, mit szóltok hozzá? Majdnem, hogy mondhatnám, hogy magyar hagyományok szerint. Ugye? Na, hát tudjátok, a hagyomány az olyan dolog, mint a fing, hogy tartod, ameddig tudod, aztán utána elengeded. Na most feltétnek van nekem, gyerekek, ez ilyen gyors kaja volt, lefagyasztva volt nekem ilyen egybefasírt. Itt elvagdossam. Ilyenről is szoktam csinálni nagyobb, nagy darabokba, és akkor úgy megmarad, lefagyasztom. Átsütöm mind a két oldalát egy kicsit. Igen, gyerekek, kész vagyunk. Alright. Hát igen, kokó az első, mint mindig, már mindjárt be is fejezi. A gyerekek, ilyen is van, ilyen egyszerű ételeket is szoktam készíteni. Mint ami a elmúlt napokban volt, azért nem is videóhoz. Hát ezt sem akartam eredetileg, de mondom, legyen rajta egy kicsi. Na jó. Évi beízleli. Tehát ilyen ecetes, cukros, tejfölös, érdekes megoldás. Magyar, ez egy magyaros, magyaros ízesítésnek számít, mert magyar receptekből van. Na? Jó. Ugye, hogy érdekes, ez a kis don édes savanykás. Bár sokan nem csinálják ezt a cukorrecept megoldást, hanem ugye csak egyszerűen berántsák. De érdemes kipróbálni. Úgy nagyon jó. Nekem legalábbis. Na jó, ennyi volt. Majd folytatjuk a videót, amivel tudjuk. Oké? Okay? Alig, sziasztok!